Védőháló. A Civil Kerekasztal 2 éves projektjében kiemelten foglalkoznak a nők társadalmi esélyegyenlőségével és az anyaság jelentőségével. Víztorony felújítják és kilátó lesz a város emblematikus épületéből, fejlesztik a mellette lévő Kressz Parkot is. Kerékpározás. A Tour de Hongrie szombathelyi prológján ezúttal több mint 100 versenyző száll majd nyerekbe. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! Létrejött a Vasi Családi Védőháló. A Civil Kerekasztal 2 éves projektjének bemutatóján a többi között kiderült, hogy a nők társadalmi egyenlőségével, az anyaság jelentőségével is foglalkoznak majd a megye civil szervezetei. Ez egy 6,2 milliárd forintos pályázat volt az egész országra nézve, illetve úgy nevezzük ezt, hogy a konvergencia régióra, tehát ezt a közép-magyarországi régiót nem, a közép-magyarországi régiót, a legfejlettebb magyarországi régiót nem célozta a pályázat, de az összes többit igen, és így jutott el forrás Szombathelyre is ennek a pályázatnak a keretében. Ezt mondta Novák Katalin államtitkár a projekt bemutató rendezvényén, ahol az is kiderült, hogy a megyeszékhely civil kerekasztala a hátrányos helyzetű vasvári térséggel kooperálva nyerte el a védőhálóra szánt 40 millió forintot. A projekt 3 részből áll. A családi közösség, ami nek a keretében különböző családi programok, vetélkedők lesznek, konfliktuskezelés, előadásokkal, motiváció, illetve hát lesznek kézműves foglalkozások és sportvetélkedők. A 2 évig tartó projektben egyfajta önismereti motivációs tréning keretében a boldogabb, szebb élet esélyét teremtik meg a résztvevő nők számára. Minden azon keresztül működik, hogy mennyire aktívak, mennyire vesznek részt a saját maguk formálásában, alakításában a résztvevők. Szinte a boldogság szigeteit szeretnénk létrehozni. Olyan elfogadó normákat, ahol bátran megnyilvánulhatnak, és a saját gondjaikról, örömeiről megszólalhatnak. A projekt keretében elsősorban a szombathelyi civil kerekasztalhoz tartozó tagszervezeteket szólítják meg, rajtuk keresztül pedig a lakosságot, a családokat. A víztorony a város egyik emblematikus épülete, amely évtizedek óta használaton kívül van. Korábban több terv is megfogalmazódott a hasznosítására, de ezek közül végül egyik sem valósult meg. Most viszont van pénz a felújításra, kilátó lesz az épületből, és fejlesztik a Kressz Parkot is. A város lakóinak egyik közkedvelt kikapcsolódási helye a Brenner Park, és sokan keresik fel az itt lévő Kressz Parkot is. Itt áll az 1926-ban épült, leromlott állapotban lévő víztorony. Hosszú-hosszú évek óta terveztük, hogy megújulásra kerüljön, illetve a környezete is megújulásra kerüljön. Most hála Isten 500 millió forintos forrásból, pályázati forrásból tud megújulni a víztorony. Én úgy gondolom, hogy egy olyan területe újul meg a városnak, ami a szombathelyek egyik kedvenc helyszíne volt eddig is, a Kressz Park miatt, és ezek után is az lesz. A körzet önkormányzati képviselője Sátori Károly is szívügyének tekinti a víztorony és környezetének fejlesztését. Kettő példa volt előttünk, az egyik a siófoki, a másik pedig a debreceni. A siófoki az egy olyan, hogy liftel lehet fölmenni, kávézó van felül, a debreceni pedig egy olyan megoldás, ahol megújult a víztorony, mint ahogy annak idején megépült. Na most én nekem a nagy örömömre ezt választottuk, azért is nagy örömömre, mert én úgy gondolom, hogy ez az épület így szép, ahogy van. A felújítás után a víztorony földszintjén az épület történetét bemutató kiállítás lesz látható. A kupolatérben egy Szombathely múltjáról szóló tárlat kap helyet. A legfelső szintről pedig a város panorámájában gyönyörködhetnek a látogatók. Megújul a Kressz Park is. A jelenlegi épületet elbontják, helyette újat építenek, amelyben az eszközök tároló helyisége mellett a tervek szerint helyet kap egyebek mellett kávézó és ajándékbolt is. Az emeleti szinten kiállító és előadó termet alakítanak ki. A fejlesztés során felújítják a Kressz Park útburkolatát és új utcabútorokat helyeznek ki.
holttest a csomagtartóban, sugárzó anyag a szénné égett autóban, és szitává lőtt ablak, amely a biztonsági üvegezésének köszönhetően mégsem tört be. Élet és vagyon elleni bűncselekmények sorát kellett ma felderíteniük a rendőrség munkatársainak. Az eseményeket ezúttal csak szimulálták, Szombathelyen versenyeztek ugyanis az ország legjobb bűnügyi technikusai. A kavicsok között emberi maradványok, fogak és csontok látszanak az úgynevezett változtatható hullámhosszú bűnügyi fényforrás hatására. Ebben a sátorban kizárólag ezzel a speciális fénnyel tudták a feltételezett bűncselekmény nyomait megtalálni és rögzíteni. Ezen a másik helyszínen pedig egy biztosítási csalásra kellett fényderíteniük a versenyzőknek. A történet szerint a kábítószer kereskedő férj öngyilkos lett, ám felesége gyilkosságnak álcázta. A bűnügyi technikusok hamar rájöttek a nyomok alapján az igazságra. Az új nyom, pontosabban az új elnévű elváltozás sérülés volt az, ami a megoldáshoz közelebb vitt minket. Amit a fegyver okozott, amit jelen esetben ugye csak akkor keletkezhetett, hogyha magam ellen fordítok egy ilyen fegyvert, és rendeltetésszerű használat mellett nem. Itt az üvegtörmelék, mint a kormos lenne, igen, kormos felületű, igen, itt viszont teljesen ép és tiszta, tehát valószínűleg kitörhették. 19 helyszínen kellett a versenyzőknek a különböző bűncselekmények nyomait a megfelelő eljárással rögzíteni és az esetet felderíteni. Ebbe a gépkocsiba molotov koktélt dobtak, az összeégett roncsok között azonban egy még súlyosabb bűncselekményt is észre kellett venniük a versenyzőknek. Plusz nehézségként egy sugárzó anyagot rejtő dobot is rejtésre került a gépjárművön belül. Ezzel egyrészt komplexebbé téve a feladatot, másrészt várják egy olyan lehetőséggel, hogy valamilyen egyéb magasabb szintű bűncselekmény, tehát radioaktív anyagot öltő visszaélés is felmerülhet. Az ország legjobb bűnügyi technikusai 11. alkalommal mérték össze tudásukat, 19 három fős csapat mérkőzött meg Szombathelyen. A mindennapokban előforduló modellezett bűncselekményeket és speciális kriminalisztikai gondolkodást igénylő szakmai feladatokat kellett megoldaniuk a versenyzőknek. Azt mondják, hogy a helyszínszemle az egyszer és megismételhetetlen, tehát ez jellemzi a mi munkánkat. Ha mi elhibázunk valamit, akkor azt már nem lehet ugyanúgy még egyszer megcsinálni. Nagyon nagy a kollégáink felelőssége ilyen szempontból. De én azt gondolom, hogy jól felkészült kriminalistákkal képviseltetik itt a versenyzők magukat a versenyen, és meg fogják tudni oldani ezeket a feladatokat. Az országos verseny idén nemzetközivé bővült, hiszen osztrák, szlovén és horvát rendőrök is közreműködtek versenybíróként. Nyílt napot tartanak a Huszár laktanyában. Georg Spötle beszélt aktuális kérdésekről az MMIK-ban. Vasi népi játékokból nyílt kiállítás, virágvásár lesz a főtéren. Rövid hírekkel folytatjuk. Nyílt nap lesz május 13-án szombaton a 11-es Huszárúti laktanya hasznosításával kapcsolatban, amelyre a szervezők várják a szombathelyieket. Délután 2-től a parancsnoki épületben, az Őrvidékház rendezvénytermében előadást tartanak a laktanya történetéről. Sétát lehet tenni a lezárt részeken és a parkban, illetve javaslatot lehet megfogalmazni a terület fejlesztésére. Nemzeti konzultáció, migráció, Brüsszel. Aktuál politikai kérdésekről tartott előadást Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő az MMIK-ban, az Álljunk ki Magyarországért országjárás keretében. A konferencia terem melletti terem is zsúfolásig megtelt. Georg Spötle személyes tapasztalatain keresztül mutatta be a bevándorlással összefüggő problémákat, következményeket. Az esemény felvezetőjében Hende Csaba országgyűlési képviselő fejtette ki a migrációval kapcsolatos aggodalmait. Az előadáson több városi képviselő mellett Puskás Tivadar polgármester és felesége is részt vett. A 19. század végéről és a 20. század elejéről származó népi gyermekjátékokból nyílt kiállítás az Agora Művelődési és Sportházban. A tárlatot a Szavária Múzeum gyűjteményének több mint 120 darabjából rendezték be, amelyek a történelmi Vasmegye területéről származnak. Olyan régi falusi közlekedő játékokat láthatnak a mai gyerekek, mint a zsuppos szánkó vagy a fa korcsolya, de népszokásokhoz kapcsolódó eszközöket, játékfegyvereket, hangszereket, kifejezetten fiús és lányos játékokat is kiállítottak a szervezők.
Szombaton rendezi meg a hagyományos tavaszi virágvásárát a Szépítő Egyesület. A főtéren reggel 7 órától délután 5 óráig kínálják a kertészetek az egynyári és évelő virágokat, dísznövényeket. Az Egyesület célja évről évre az, hogy minél többeket biztasson otthon a virágokkal való díszítésére, így a szemnek kellemesebb városkép kialakítására. A Markusovszky kórház névadójáról emlékeztek meg a megye központi egészségügyi intézményében. Mint minden évben ezúttal is díjakat, elismeréseket osztott ki a kórház vezetése. A Markusovszky díjat idén a Semmelweis Egyetem rákkutatója, professzor Matolcsi András vehette át. Az intézmény névadójának szobránál Plander Márk adjunktus, a Tudományos Bizottság titkára emlékeztetett arra, hogy Markusovszky Lajos iránymutató szerepet vállalt a magyar orvosképzésben, majd a megye, a város és a kórház vezetői helyezték el a szobránál az emlékezés koszorúit. Az ezt követő tudományos ülésen az idei Markusovszky pályázat tapasztalatait is összegezték. Általában elég nagy számú pályázat szokott beérkezni, most ezzel nem dicsekedhetünk. Nagyon nehéz ugye a kollégákat a megfeszített munka mellett kollégáktól elvárni azt, hogy ugye a pályázatokat írjanak. Úgyhogy egy 7-tagú bizottság bírálta el a pályázatokat, és egy harmadik, egy második és egy első díj kiadására került sor. Idén is Szombathelyen kezdődik a legnagyobb magyar kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie prológián ezúttal több mint 100 versenyző száll majd nyerekbe, akik között ott lesz a tavalyi győztes, Szalontai Sándor is. 2015 és 2016 után idén is a Vasi megyeszékhelyen kezdődik meg a Tour de Hongrie. A legjelentősebb magyar körverseny a legtöbb alkalommal valamilyen formában érintette Szombathely városát. Ezúttal a prológot rendezik itt. Szombathelyen a Tour de Hongrie, vagy egyáltalán a kerékpározás az egy nagyon fontos dolog. Ez a mostani vetélkedő, ez a mostani kör, ez összességében a 38. Tour de Hongrie Magyarországon. A tavalyi évben Szalontai Sándor nyerte meg a prológot, a magyar versenyző idén is nagy reményekkel várja a sprint számot. Tavaly kicsit küzdködtem pont a prológ előtt az egészségemmel, de szerencsére sikerült hoznom a versenyt, és idén is arra számítok, csak idén jobb idővel akarom megnyerni. Ezt magam miatt is, a kanyarban elvesztegetett idő miatt is, meg mindenféleképpen jó az, hogyha egy sprinter 1000 méteren ki tudja hajtani magát. A már beérkezett nevezések alapján kijelenthető, hogy minden eddiginél népesebb, erősebb mezőny érkezik Szombathelyre. A versenyzői létszám már most 100 felett van. Ez pedig azt sejteti, hogy a nézők remek küzdelmet láthatnak majd a város központjában kialakított pályán. Most 132-nél tartunk, tehát egyszerűen azért, mert olyan csapatok jelentkeznek a versenyre, őket nem lehet visszautasítani. És olyan erős mezőn lesz, amilyen még soha nem volt Magyarországon. Idén a Tour de Hongrie körverseny június 27-én kezdődik. A 6 nap alatt a karaván 10 megyét érint majd. A versenyzőkre összesen 750 kilométer vár. A Szombathely Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.sztv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!